Ó végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon mindeneknél jó neve, mint sok fáj gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe. Így zárja Balassi a magyar reneszánsz legszebb katonadalát. Szóljon most ez a néhány sor útra valóul az idei gólyáknak. Két ő, szóval a várkápolna különös lelete egy a 18. századból származó bronzedény, s benne egy szarvasmarha szíve. A különös kincs valószínűleg az 1700-as évek kezdetén dúló marhavésszel hozható összefüggésbe. A helybéliek attól remélték a járvány megszűnését, hogy a szívet a kegykép közelében helyezték el. És az ablak, az etás beépítései eredete, valamint a padló. Aztán majd a következő helységben lesz egy gyönyörű barokk cserépkályha, ami viszont még emlékszik a Balassák tulajdonosokra. A Vára Balassák család története mellett egy marionettbáb múzeumnak is otthont ad, és így gyűjtik a környék néprajzi értékeit is. A várat a 13. század második felében a zólyomi nemzetséghez tartozó Mikó fia Forró Péter ispán építette. Első okleveles említése az 1290-es ostromhoz kapcsolódik. A Balassák ekkor vették vissza erősségüket az azt elbitorló Hont Pázmány nemzetségbeli Kázmér fia Lampertől. Az oklevél pedig egy ajándékozási okirat. Eszerint a vár egyharmada a visszafoglalást segítő zólyomi és pozsonyi ispán Demeter tulajdonába került. A 14. század újabb várfoglalókat hoz, nevezetesen a felvidéki kiskirályt Csák Mátét. Csak az ő halála után kerül vissza a vár a Balassák kezébe. A család a mohácsi vész után Habsburg hűségeskütt tesz, ám hiába volt a hűségeskü, Ferdinánd utódja első Miksa az 1569-es pozsoni országgyűlésen felségárulással vádolja a Balassa család fejét, Jánost. Kékkő jelentőségét a felvidéki bányavárosok adják. Elfoglalására 1575-ben indít hadjáratot Mustafa budai pasa. A várat a védők harc nélkül feladták, és csak 1593-ban kerül vissza magyar kézbe. Azért jöttünk ide a Balassák birtokára, hogy ezeknek a helyeknek a szellemisége emlékeztessen benneteket arra, hogy milyen fontos volt és fontos ma is a szülőföld szeretete. Ünnepélyesen fogadom. A nagy elődökhöz méltón, a nagy elődökhöz méltón, minden körülmények között, Balassis diákként viseltem. Bóját avatni annyit tesz, mint újként befogadni valakit egy közösségbe. Egy közösséghez tartozni jó dolog, védelmet, biztonságot ad. A Balassis közösséghez tartozni azonban azt is jelenti, hogy esélyt és lehetőséget kaptok céljaitok eléréséhez.
egészségről formát, minden emberre. 1554. Lett Balassa Bálint, Vicesimus Octobris, 9 órakor, délelőtt, szombatnapon, Zólyomba. Eképp jegyezte fel Balassa András a családi legendáriumban a későbbi költő és végvári vitéz születését. Zólyom várát a 13. század közepén emelték. A település neve valószínűleg a sólyom szavunk régi alapjából ered. A Zólyom nemzetség volt a Balassák őse. Az Anjou korban gyakori vendég itt Nagy Lajos, mert innen könnyen intézhette a lengyel és a magyar királyság ügyeit. Szívesen látogatta a várat reneszánsz uralkodónk Mátyás király is. Zólyom soha nem került a törökök kezére. Azon a helyen vagyunk, ahol Balassi Bálint született. Amikor Balassi Bálint kisgyermek volt, akkor fogadtak hozzá egy nevelőt, nem is akárkit. Bornemisza Pétert, ennek a kornak, a reneszánsz kornak a legnagyobb protestáns prédikátorát és költőjét. És valószínű, hogy az irodalom felé való vonzódása az a nevelőjének is köszönhető. A 17. században rendre a Habsburg ellenes mozgalmak mellé álltak az ólyomiak. 1620-ban egy évig itt őrizték a magyar koronát. A kuruc időkben 1703. november 15-én itt futamította meg Bercsényi Miklós a császári csapatokat. A vár 1802-től a monarchia felbomlásáig a királyi kincstár tulajdona, raktárnak és hivatalnak használták. A kuruc időkben 1703. november 15-én itt futamította meg Bercsényi Miklós a császári csapatokat.